Sziasztok, kedves akadémiások! Az Unibet Open első A-nap vége felé jelentkezünk. 15 perc van az utolsó vakcinből, ma pontosan 10 vakcintet játszanak le a játékosok. Ez jelenti, hogy délután 2-től hajnali 2-ig játszanak. Közben egy ilyen 45 perces vacsoraszünet volt. 13 játékosunk indult ma, többek között Majka, Ricsi, Szilasi, Viki, Geri, Bírs, és még sorolhatnánk, sajnos ők már mind kiestek. Két játékos maradt játékban, az egyik Alim Maszta, a másik pedig Matthias Rex, így talán jobban ismertek mind a civil nevükön. Őnekik szurkolunk még. Alim Maszta 45 ezer zseton körül lehet, és Matthias Rex ilyen közeli 30 ezer zsetont birtokol, az átlagsztek jelenleg 40 ezer. Tehát ahogy már korábban mondtunk, két túlélünk van, szó szerint túlélő, hisz Alim Maszta, amennyire tudom, egy percet sem aludt, és te Máté, te is valami 3 órát, úgy hallottam. Kint már kicsit szórakoztak a srácok, hisz minden versenyjátékosunk kiesett, és azt mondták, hogy a két cash game donk, ők bennmaradtak. Hogy zajlott nektek a napod? Tehát elégedett vagy a játékoddal? Teljesen lassított felvételként mozogtam egész nap, lehet, hogy ezért is maradtam csak benn, mivel nem volt időm arra, de elblöfém a stack-e, mert pedig nem is volt annyira motiváció. Ücsörögtem, aztán benn maradtam valahogy. A végén ilyen 46 körül, 46 ezer körül mozogtál, és most a végén mégiscsak 35 ezer lett a vége. Mi volt az utolsó hand, amiben... Egy-kétszer meg három beteltek, és kénytelen voltam bedobni, mert nem volt ilyen igazán jó lapom, de... Hát most ez van, kicsivel kisebb, kevesebb stack-en maradt. Van, így a átlag amúgy 40 ezer, tehát a 35 ezerrel holnap még semmi gond. Tökéletes restyle-ztek mondhatjuk, hisz holnap, vagy a holnap után a 1200-as nagyvakkal kezdünk. Máté, neked hogy zajlott a napod? Ahogy hallottam, igazából olyan szenvedés volt. Hát igen, nekem egy túlélő show volt az egész. Azt hozzá kell tennem, hogy ez volt az első élő versenyem, mert nem nagyon... Szoktam interneten sem játszani, márhogy versenyeket. Egész nap az átlag csíp alatt voltam, azzal is zártam, de pozitívan éltem meg végül is, mert most már annyi van, hogy a következő vakszinten is jól tudok belőle gazdálkodni. Pár pótot elbuktam amiatt, hogy ez az első versenyem és a szabályokkal most ismerkedtem, de hát saját bőrén tanul az ember. Egyébként egy nagyon pozitív élmény, úgyhogy még fogok jönni, és hát remélem a pénzig azért eljutok. Mi is reméljük, itt leszünk veletek a második nap is, a két srácot elengedjük, mert mindkettőnek borzasztóan vörös szeme van, és szerintem örülnek, hogyha ágyat látnak. Köszönjük! Sziasztok! Holnap ismét jelentkezünk a első B-nappal, ahol 4 magyar játékos indul, miközben Argentina, End, Zsombi és Success Boy.